Megint botrány van a Jobbik körül, a párt frakcióvezető helyettese zsidó veréssel dicsekedett párttársainak. Száva Istvánról van szó, aki hát valósággal henceget, hogy egy szórakozó helyen leütött egy zsidó nőt, azért, mert az idézőjelben beszólt neki. Mindez már a néppárti fordulat és a Spinoza ház után. Jóval egy döbbenetes bejátszó következik, és utána ezzel a témával folytatjuk. Leütöttem egy nőt. Beszólt, hogy náci bűz van. Én meg leütöttem, hogy büdös zsidó. Pák. De ilyen igazi, egy kampos oldalra. Szóval én valamit megültem, hogy sőt, valamit megültem. Heftétem egy két. A Hír TV birtokába került hangfelvételen a Jobbik frakcióvezető helyettese dicsekedett azzal, hogy egy belvárosi szórakozó helyen mulatott, amikor állítása szerint egy zsidó nő megjegyzést tett rá, ezért megverte. A hangfelvétel egyébként a párt májusi tisztújító kongresszusán készült. Nem hallottam sem a hangfelvételt, nem volt még a cikket sem módom elolvasni. A Jobbik országgyűlési képviselője az Echo TV-nek azt mondta, nem tud az esetről. Nem ismerem tényleg ezt az anyagot, úgyhogy majd, hogyha ez megtörtént, akkor a sajtóosztály is az érintett felé jó. Tehát nem tudok én erről így többet. A pártból korábban távozott Apáti István pedig úgy reagált, minden formában elítéli a nők elleni erőszakot. Valamennyi nőket ért támadást én személy szerint elítélek, teljesen mindegy, hogy milyen származású a sértett, vagy éppen kicsoda az elkövető. Finoman szóval is durvának tartom, hogyha valaki egy nőt bántalmaz. De ez csak egy általános vélemény, ettől a ma délelőtt kiszivárgott, vagy elindult úgytől teljesen függetlenül. A miniszterelnökséget vezető miniszter hangsúlyozta, ha a hangfelvétel megegyezik a valósággal, akkor Szávai Istvánnak nincs helye a Magyarország gyűlésben. Először a képviselőnek kell nyilatkozni arról, ő szerepel a hangfelvételen, valóban mondott ilyeneket, hogyha ezt vitatja, akkor derüljön ki az igazság, és hogyha ez megfelel az igazságnak, akkor szerintem a Magyarországgyűlésnek nem lehet tagja az, aki ilyen kijelentéseket tesz. Vendégem Volner János, független országgyűlési képviselő, Mi Hazánk mozgalom tagja, alelnök? Tagja. Jó estét kívánok. Ön felismerte? Volt pártársa Száva István hangját? Igen, és tudomásom szerint már ő is elismerte, hogy ő beszél a felvételen, legalábbis így emlékszem a délutáni nyilatkozatára. Hát ugye ez ilyen furcsa ez a délutáni nyilatkozata, mert azt elismeri, hogy ilyen agresszióról beszél, de hogy csak beszélt róla, és hogy másnap, na mindegy, nem is. Szokott ilyennel viccelődni Száva István? Ugye korábban azzal a péniszpumpával például egészen hosszan viccelődött. Ilyen humoros típus Száva István? Nem így ismertük meg őszintén. Szóval nem is szerencsés az, hogy a Jobbik jelenlegi vezető politikusainál már azt se lehet eldönteni, hogy éppen mikor hazudtak. Ugye Mirkóczki Ádám arról beszélt, hogy lehet, hogy az nem volt igaz, ami 2010 előtt történt. Most éppen Szávai István mondta azt, hogy ja, ő ebben is hazudott. Nyilván bármilyen botrány lesz a jövőben a Jobbikban, mindig azt mondják, hogy ja, akkor hazudtunk, de nem volt igaz. Tehát nagyjából ez várható. Nézze, én azt látom, hogy ez a néppártosodás igazságpróbája, ez a jelenlegi eset. Gondoljon bele. Igen. Hadd húzzak itt egy párhuzamot. Amikor László Petra elgáncsolt egy a zöld határon át betörő migránst, emlékszik az operatőrnek. Amiről kiderült, hogy nem is volt gáncsolás. Amiről kiderült, igen. Tehát meg a bíróság is aztán más véleményre helyezkedett, akkor a Jobbik 5 percen belül kirúgta László Petrát, hozzáteszem Vona Gábor teljes egyetértésével. Most pedig kiderül valakiről, hogy a saját bevallása szerint megütött egy nőt, egy zsidó származású hölgyet, és ebben az ügyben nem történik semmi. Nincs benne rendkívüli elnökségi ülés, nincs benne frakcióülés, megremeges Schneider Tamás keze. Gondoljon arra, hogy például amikor én a párt választókerületi elnökeinek egy levelet írtam, és csak annyit írtam benne, hogy legyen rendkívüli tisztújítás, mert a Jobbik letért erről az útról, reggel megírtam a levelet, estére már kizártak a frakcióból. Most van itt egy képviselő, aki a saját bevallása szerint megütötte egy nőt. Azért, mert zsidó, és ebben az ügyben nem történik semmi. Tehát én azt mondom, hogy ha a nemzeti oldalt már elhagyta a Jobbik jelenlegi vezetése, ugye már nincs visszatérés ennek az áruló vezetésnek, de ezzel a pedigrével már a Spinoza házba is hiába kopogtatnak, mert nem fognak bebocsátást nyerni. Igen, ez mondjuk érdekes lenne, hogy Rangos Katalin mit gondolt, amikor meghallotta. Mennyire fakadnak Szávai Istvánból ezek a szavak? Nem tisztán minősíteni Szávai István, szerintem a szavai magukért beszélnek. Gondoljon bele abba, szó szerint azt kell nézni, mit mondott, mivel dicsekedett ez a képviselő. Én eleve egy nőverést, egy olyan
elképesztő bűnnek tartok, ami már önmagában kizárja azt, hogy egy képviselő alkalmas legyen arra, hogy a választóit képviselje és az országgyűlésben a nemzet templomában helye legyen. Én Szávai Istvánt lemondatnám, Schneider Tamásnak egyébként azért remegett meg a keze, mert Szávai István a hatalmának egyik támasza. Velem kapcsolatban azért nem remegett meg a keze, mert én visszaszerettem volna téríteni a Jobbikot a Nemzeti útra. Én reggel megírtam egy levelet, estére már kizártak. Szávai Istvánnak meg láthatóan a haja szála sem görbül. És én tulajdonképpen arra utal, hogy Schneider Tamás, ugye a kis skinhead vezér volt Egerben, amióta ő átvette a pártot, azóta hát gyakorlatilag bent, hogy úgy mondjam, úgy beszélnek zsigerből, ahogyan. Nézd, én most nem szeretnék arról beszélni, hogy beszélnek, de az látható, hogy most már egy színdarab részét adják elő a Jobbikban. Több vezető politikus is attól, amit valójában gondol, jelentősen eltérő módon viselkedik a kamerák előtt. Jelentősen eltérő gondolatokat fogalmaz meg. Én szerintem az igazságot kellene képviselni ezekben az esetekben, és sokkal jobban visszanyerni a Jobbik a hitelességét, ha azt adná, ami valójában. Hát ugye nagy kérdés, hogy mi valójában, mondjuk az antiszemitizmusért például nem kért elnézést Szávai István ebben, az erőszakért igen, az antiszemitizmusért nem. Na jó, a kormány lehetővé kívánja tenni a devizaválság miatt bajba jutott embereknek azt, hogy visszavásárolhassák ezeket a lakásokat. 30 ezer lakásról van szó, ugyanennyi családról, tömegprobléma az egész társadalmat érdekli. Mi a véleménye az önöknek, a Mi Hazánk mozgalomnak, Volner Jánosnak, mi a véleménye erről? Mi ezt lelkesen üdvözöltük. Ennek az egész dolognak egyébként az volt az előzménye, hogy még a Jobbikban választókerületi szervezőn volt Szeremi Anikó Abonyban. Ő fogalmazta meg először ezt a javaslatot, aztán ezt Abony polgármester asszonya behozta a gazdasági bizottságba, de mivel kevés képviselő merült el annyira az eszközkezelő működésében, hogy egyáltalán megértse, hogy mi zajlik itt, a fideszes képviselők akkor tartózkodással szavaztak erre a javaslatra, mi nagyon sokat lobbiztunk annak érdekében, hogy ez menjen át, hiszen ez egy abszolút előremutató javaslat. És itt azért hagyj jegyezzem meg, egy ellenzéki képviselő nem attól lesz ellenzéki képviselő, hogy minden egyes esetben ellene van a kormány akaratának, és támadja és mocskolódik, hanem az, ami jó, azt el kell ismerni, támogatni kell és lelkesíteni kell. És ebben az esetben én azt tettem, hogy ma volt ennek a javaslatnak a plenáris ülésen a vitája, elmondtam, hogy nagyon egyetértünk a javaslattal, mi magunk is ezt fogalmaztuk meg korábban, és megtettem a saját kiegészítő javaslataimat ehhez. Beszéljünk ezekről a kiegészítő javaslatokról egy kicsit. Hát ugye nagyon fontos azt látni, hogy a tavalyi évben a bankrendszer Magyarországon rekordnagyságú adózás előtti eredményt mondok, 694 milliárd forint nyereséget ért el, tehát ez szó szerint rekord. Mi azt mondtuk, hogy ha ennyire jól prosperálnak a kereskedelmi bankok Magyarországon, és elismerten a 2008-tól kezdődő gazdasági válságban, pénzügyi válságban kiemelt szerepük volt, hiszen ők maguk okozták ezt a problémát, ezért annak kell fokozottan a közteherviselésen keresztül a probléma rendezéséhez hozzájárulni, aki okozta a bajt. És éppen ezért azt mondtuk, hogy én a kormánynak azt javasoltam, emeljék meg a bankadó összegét, hiszen ezek a rekordnagyságú nyereségek lehetővé tennék, hogy a kereskedelmi bankok helyzetének számottevő romlása nélkül a nyereségük egy részéből hozzájáruljanak a devizahiteles probléma megoldásához. Megjegyzem, az eszközkezelő működését az nem, hogy be kellene szüntetni, de egyenesen ki kellene szélesíteni, hiszen ha a kereskedelmi bankok is beszállnak a probléma rendezésébe a közteherviselés révén, akkor még több magyar családot lehet megmenteni, még inkább a rászoruló emberekhez eljuthat egy érdemi segítség. Gondolom, hallja már az ellenérveket, amit a bankok mondanak, hogy hát az ő profitjuk egyrészt azért ők megdolgoztak tisztességesen, másrészt csak úgy fogják tudni ezt a megemelt bankadót előteremteni, hogyha megemelik a lakosság maradék, tehát a lakosságra eső költségeket, vagyis az emberek többsége fogja kifizetni azt, hogy segítsenek még több magyar családon. Igen, ugye nagyon fontos azt látni, hogy mi a Mi Hazánk mozgalomban nem demagóg módon gondolkodunk a magyar gazdaságról, én magam is egy racionális ember vagyok, tehát én azt látom, hogy persze a bankok semmilyen közteher
növekedésnek nem örülnek, de azt látom, hogy van lehetőség arra egy ilyen rekordnagyságú 694 milliárd forintos éves nyereségből, hogy magasabb arányban a közteherviselésben részt vegyenek, és ezzel a devizahiteles probléma rendezéséhez hozzájáruljunk. Egybe gondoljon bene, van egy olyan jövedelmi hányad, amit úgy hívunk mi, hogy diszkrecionális jövedelem, ez a szoros értelemben vett megélhetési költségeken felüli jövedelmi hányadot illeti. Azért mindannyiunk problémája a devizahitelezés, mert ha a középpolgári réteg ezt a bizonyos diszkrecionális jövedelmet ezt a bankokhoz hordja, és nem a gazdaságba kerül be, nem a vállalkozásokat pörgeti, nem új munkahelyeket teremt, akkor a Magyarország gazdasági növekedése jelentősen kisebb lesz az elvárhatónál, és nekünk az az érdekünk, hogy ezen a téren is segítsünk. Nagyon rövid választ várnék öntől. Mennyi pénzre gondolna, mennyi pénzt csoportosítaná át az eszközkezelőbe a kereskedelmi bankoktól? 100 milliárd forint körüli az az összeg, amit én optimálisnak tartanék ebből a jelentős nagyságú nyereségből a jelenlegi közterhekhez képest lecsípni. Volner János, köszönöm, hogy eljött. Én is köszönöm önnek.